ez egy életvitel. Tehát azt gondolom, aki egyszer ebbe belecsöppen, és ezt igazán megkedveli, ezt nem tudja abba hagyni. Itt tudjuk kiélni magunkat, itt tudjuk a családunknak átadni ugyanezeket a nézeteket, gondolatokat, hagyományokat, ami a tánccal kapcsolatos, és aminek örülök, hogy ugyanúgy a gyermekeim is viszik tovább. Ismét táncos ünnep volt Jászapátin. A Jásztánc Alapítvány évvégi gálája ez alkalommal a Hét Színvirág Tánc Együttes létrehozásának 25 éves jubileuma is volt egyben. Az alapító tagokat az fogta össze, hogy szerették volna megtartani a néptánc mozgalom értékeit a jászsági kisvárosban. Mi baráti társaság, akik így összefogtunk és megalakítottuk ezt a Hét Színvirág Tánc Együttest. Tehát azokkal kezdtük el táncolni, akik én velem is annó annak idején a Jászapáti tánccsoportban táncolt, meg a Jásztánc Alapítványnak is ugye a tagjai voltunk, és hát végül is igazán közösen döntöttünk így, hogy akkor folytatjuk tovább a táncot. A december 16-án és 17-én színpadra került bemutatóikban szerettek volna minél színesebb képet mutatni hagyományőrző tevékenységükről, előkerültek régi és új koreográfiák egyaránt. Az alapítók példája több táncos generációnak jelentett inspirációt. Nekem mindenképp egy közösség, tehát azért eltelt 25 év, amiből én mondjuk 19-ben vettem aktívan részt, és ez alatt az időszak alatt igazából itt családi, baráti közösségek alakultak ki, és egy ilyen valahová tartozás érzését adta nekem személy szerint ez az együttes. Az, hogy a városnak mit adott, az pedig hát igazából a városi műsorokon bemutatott produkciók, a mai napig aktívan részt veszünk a majálisokon, a városnapi rendezvényeken, minden évben megrendezésre kerül a Jásztánc Alapítványnak a évzáró műsora, amiken szintén részt veszünk, az adventi gyertyagyújtásokon, úgyhogy ezeket a műsorokat tudnám felsorolni, amiket mi tudtunk adni a városnak. A hagyományos értékek megőrzése és a közösség összetartozása egyszerre van jelen. A régi hagyományokat bemutatni csak úgy tudjuk, hogyha azokat az elveket, meg azokat a egybetartozó dolgokat valljuk, mint a régi őseink, akik szintén ezeket ugye közösségben végezték. Másrészt akár, ha például egy ilyen, mondjuk egy hagyományos locsolkodás, vagy egy disznóvágás, vagy bárminek a bemutatását szeretnénk a közösségbe bemutatni, azt is csak úgy tudjuk, hogyha mi mind közösség tudunk együtt működni. Úgyhogy ez így a kettő összefüggés egymást erősíti. A jubileum apropóján mindenki eljött, aki részese volt az együttes negyedszázados történetének táncosként, koreográfusként, támogatóként vagy művészeti vezetőként. Megmutatták, hogy mennyire összetartó csapatként működik közösségük. A jubileum az ugye ebbe az évben sokszoros jubileum, mert a 45 éves fennállását ünnepli a Jászapátin tulajdonképpen a folyamatos néptánc oktatás, amióta folyamatosan megszakítás nélkül működik néptánccsoport a városban, az most 45 éve van, és ugye ennek októberben volt a nagy jubileumi műsora. A nevünk is Hét Színvirág Táncegyüttes, ezt a nevet nekünk Hortiné dr. Bató Editke adta, hogy ennyire sokrétű színes a paletta, hogy kicsi gyerekektől a dolgozó fiatal felnőttekig, egyetemistákig mindenki megfordul itt a csapatba, ezért találta ki ezt a Hét Színvirág nevet. A csoport maradandó nyomot hagyott a negyedszázad alatt a város kulturális életében. Azt gondolom, hogy maradandó nyomot hagytunk a város kulturális életében, és nem csak helyi szinten, hanem azért nagyon sok helyen megfordultunk az országban, különböző fesztiválokon, rendezvényeken, meg hát külföldön is természetesen öregbítettük városunknak a hírnevét. És azt is el kell mondjam, hogy két éve már nem Hét Színvirág táncegyüttesként, hanem Hét Színvirág baráti körként működünk, mert a táncosok nagy része munka, családalapítás, egyéb dolgok miatt elköltözött Jászapátiról, tehát nagyon kevesen vagyunk itt, akik itt vagyunk, és azt a szintű munkát, amit végeztünk az elmúlt 25 évben, azt már nem tudjuk vállalni. A stafétát átadják a fiataloknak, a gyerekeknek. Jászapátin immár 4 gyermektánc csoport működik a Jásztánc Alapítvány égisze alatt. Közülük a Mágvilág együttes táncosai szintén jubileumot ünnepeltek. Idén 5 éve, hogy megalakultak. Példát tudunk mutatni egyrészt a tánc szeretetéből, mert az az, ami igazából összetartja ezt a csapatot, és
egy igazi, tehát ezt elmondtam már több helyen, hogy úgy működünk, mint egy nagy család. Tehát összetartozunk, összetartunk nem csak a műsorokkor, hanem egyéb ilyen családi eseményeken is. És hát nagyon sok hétszínvilágos táncosnak már a gyerkőce is itt táncol a színpadon.